Döcögősen kezdődött, de a vége azért magabiztos siker lett. A Fehérvár KC pénteken tartotta a szezonnyitó első felkészülési mérkőzését, az ellenfél pedig a tavaly óta megerősödött Kiskunhalas volt. A találkozó elején nehezen lendült bele a két régi új játékost, Emberovics Mírát és Azari Fruzsinát is felvonultató FKC. Siti Eszter most még nem játszott egy vádli sérülés miatt. Paul Oldrup Jensen vezetőedző bemutatkozó meccsén a félidőben még döntetlen állt az eredményjelzőn, de a második 30 percben kiderült, melyik a jobb csapat, 25-21-re nyertek Vasari Virágék. Biztos volt több hullámvölgy is, nem csak kettő. Azt gondolom, hogy ez tényleg az első mérkőzés, ezek az edzőmeccsek azért vannak, hogy igazából felkészüljünk a szezonra, és úgy gondolom, hogy itt még van bőven hiba lehetőség, hiszen azért dolgozunk, hogy ezeket kijavítsuk az első, illetve a további szezonbeli mérkőzéseinkre. A norvég mester Paul Oldrup Jensen mindenkinek játék lehetőséget adott ezen a találkozón, de a meccs nagy részében az Azari, Emberovics, Tilinger, Triscsuk, Vasari horvát hatos játszott mezőnyben. Azt gondolom, jó meccset játszottunk, és ami nagyon fontos, hogy hasznos volt ez a mérkőzés. Sok jó dolgot láttam a lányoktól, de az is látszik, hogy az elején vagyunk még a felkészülésnek, és nagyon sok munka vár még ránk. Ez is volt a célja ennek a találkozónak, hogy mindenki lehetőséget kapjon. Nyilván nem mindenki töltött annyi időt a pályán, amennyit szeretett volna, de láttunk ma mindenkit, dolgozunk tovább együtt, és látunk még majd többet is tőlük. We will work together and we will see more of them, I think. As a first match, I think it was good and I think it was important that we got. Egy jó meccs volt, és ami fontos, hogy nyertünk. Sokat mutattak ma a játékosaim, de azt gondolom, még több van bennük. They have also a lot more inside to show. A felkészülésre még van idő bőven, az összecsiszolódásra, illetve a hibák kijavítására pedig rögtön itt az újabb alkalom. Kedden egy újabb edzőmeccset játszik az FKC a Siófok ellen idegenben.